Bullet Train, Speed, Crazy Car, let's go! Hiányzik az a filmtörténeti időszak, amikor Guy Ritchie még inkább Guy volt, mint Ritchie. Akkor neked találták ki a Bullet Train-t, egy habkönnyű akciókomédiát, egy japán gyorsvonatra szorult salátabárnyi bérgyilkosról. A helyzet az ugyanis, hogy ez a film egy az egyben átemeli a bluff filmek stílusát. A csapat komikusan pszichopata piti bűnöző, a hullalaza stilizált soundtrack, a hiperaktív vágás, a film cím látszólag egyszerű szójátéka, ami mint kiderül, a központi elem, ami összeköti a szereplőket és így a cselekményszálakat, és persze a kimerevített karakterintrók. Mind itt van, és ez jól is van. Nem igazán lopásról van itt szó, inkább hithű rekreációról. Brad Pitt és Aaron Tyler Johnson zseniálisak, a sztori megfelelően hiperabszurd, a humor kifogástalanul hülye bunkó, az akció bombasztikusan kreatív, a dialógusok ritmusa olyan, mint egy dobszóló, és még az érzelmi oldal is megfelelően potens. Ez egy nagyon szórakoztató film, és ennyi. Szerintem ez néha elég kell, hogy legyen. Igen, kicsit egyszerű és nagyon ismerős, de szerintem mindenkinek jól esik néha egy akciófilm, ami csak úgy működik. Viszont ez az oka annak is, hogy ez nem lett több, mint egy